Tiszta szoba, ami a múlt használati tárgyait mutatja be, mellette pedig digitális táblagépekkel felszerelt előadóterem. Jól megfélnek egymás mellett a régi időket és a modernkor eszközeit is felsorakoztató termek a csikostöttősi hagyományok házában. A helyiek mindig is ezt tartották a legszebb épületnek a faluban. Az önkormányzat tavaly tudta megvenni az ingatlant, majd a közel 60 millió forintos fejlesztést a top forrásoknak köszönhetően el is kezdték. A településnek régi vágya volt ezt a legszebb házat a faluban, mindig így hívtuk, hogy megszerezzük. 2002 óta fájtó fogunk erre az épületre, és tavaly érkezett el a pillanat 17-ben, hogy meg tudtuk szerezni. Nyilván ez az esemény örömteli volt számunkra, hiszen ezzel egyidőben volt lehetőségünk beadni egy pályázatot is, és ennek az épületnek a felújítását elkövetni. A most átadott csikostöttősi hagyományok háza egy komplex turisztikai fejlesztés sorozat egyik legfontosabb pillére. Az épület felújítása egy három pilléren alapuló turisztikai projektnek az induló pontja, hiszen ahol állunk ez a hagyományok háza, ehhez kapcsolódik a vizekvilágos, van egy egészségpontunk még. Nyilván mi nagyon örülnénk, hogyha a tavasztól meg tudnánk tölteni tartalom lesz az épületet, hiszen azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések, amelyek az elmúlt években zajlottak, és az elmúlt két évben valóban be is fejeződtek, lehetőséget biztosítanak arra, hogy aki ide érkezik a településre, egy napot nagyon kellemesen el tudjon tölteni. Nagyon fontos, hogy készült egy előadóterem, ahol 36 főt, akár egy osztályt, egy nyugdíjas csoportot tudunk fogadni, és egy 25-30 perces előadás mentén felhívjuk a figyelmüket az itt látnivalókra, illetve interaktív eszközöket helyeztünk el a foglalkoztatóterembe. Ezt követően meg tudják nézni a berendezett tiszta szobánkat, illetve a pajtába berendezett mezőség kiállítást is. Nagyon fontos számomra, hogy ez az épülethez kapcsolódott menet közben még egy budapesti megkeresés is, és Károlyi András festőművész grafikus úr úgy döntött, hogy hagyatékát csikostöltősön szeretné elhelyezni, és szeretné a településre bízni, úgyhogy az utcafronti szobába került kialakításra a Károlyi terem, amely mai nap folyamán szintén átadásra kerül. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, csikostöttős országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a hagyományok háza azért különösen fontos fejlesztés, mert az épület szolgáltatásait a turisták és a helyiek is ki tudják használni. Nagyon fontos az, hogy minden település ismerje a múltját, és ebből a múltból meg tudja fogalmazni a jelent és a jövőt. Amikor itt csikostöttős esetében átadtuk a hagyományok házát, akkor többen beszéltek erről. Egyébként maga ez a projekt három ütemben zajlik, illetve három dologból épül össze. Az egyik volt a magának a háznak az elkészülte, ez kb. 60 millió forintot emésztett fel, egyébként a projekt pedig 105 millió forintos. Nem csak a turisztikára kell hangsúlyt fektetni ennél a projektnél is, hanem arra, hogy az itt élők és a környékbeliek tudják használni. Ez egy olyan közösségi tér, ahol van kiállítás, ahol van kisebb konferenciák, akár tanóráknak a megtartására lehetőség. Mellette egy kis borospince készült el, illetve a település régi életét bemutató kis kiállítás. Elsősorban az itt élő gyerekeknek, fiataloknak kell ezt megismerniük, és aztán nyilván egy tágabb körnek.